Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Vitális Viki vagyok, a Csodacseppek megálmodója és létrehozója, és a mai Csodacsepp, ami érkezik hozzátok, az valóban az első olyan igazi pillanat különben, amikor megérkezett kívülről egy energia, és ezt mindjárt elmondom, hogy miért, mert a szándék ott van a Csodacseppek riportban mindig, hogy azok a cseppek mutatkozzanak meg, akár szerte a világon élnek, bárhol, nem csak Magyarországon, akik arra hivatottak, hogy valamit átadjanak ezen a csatornán keresztül, amit én asszisztálhatok. És nem is olyan rég volt egy csodacsepp beszélgetés, és Baliról Jónás Mónika volt a vendégem, és ennek kapcsán érkezett hozzám egy e-mail. Egy hölgytől, akinek már elsőre a neve nagyon meglepett, pozitív értelemben, Shella. És már izgalmassá tette. Ugye a csodacseppeknél nagyon fontos energia az, hogy én bár tervezem, szervezem, ugye korábban, mivel televíziós voltam, tudom a csinyát, binyát, de bekapcsolva egyfajta univerzális energiát, égi energiát, érkezzen, aminek érkeznie kell. És vannak olyan riportok, amik nem jönnek létre, és vannak, amik igen, ez is egy elfogadás. Úgyhogy Shella levele megérkezett hozzám, és akkor én még nem tudtam, mi a történet. Ő írt nekem, de nem tudtam, mi a történet, amit hoz a csodacseppbe. És akkor kinyitottam ezt a csatornát, és vártam, hogy mi fog történni. Beszéltünk, kapcsolódtunk, találkoztunk, így face-to-face online, ugye? És akkor figyeltem a rezgést, hogy mit üzen. És már amikor beszéltünk, éreztem, hogy ez kell nekem. És ez a kell nekem, ez nem ezt jelenti, hogy nekem, mert nem az enyém, hanem mindenkié, de hogy erről beszéljünk. Erről beszéljünk, ez az energia, ez áramoljon a csodacseppbe. No, és akkor megbeszéltük az ő történetét, amit mindjárt hallani fogtok. Egy mítosz, és majd a végén döntsétek el, hogy igaz vagy sem, és hogy mit üzen nektek. Hallgassátok szívvel, vegyétek ki a ti mondataitokat belőle, és nagyon köszönöm, hogyha tovább viszitek a hírét. Tehát Anasztázia, ha ezt a nevet mondom, már most kommentbe lehet írni is, hogy ki az, aki ismeri Anasztázia történetét, egyáltalán mit mond ez a név nektek. És Shella, aki Magyarországról érkezik, úgy titulálta önmagát először is, és ez nekem nagyon tetszett, hogy Anasztázia magyar hangja. Úgyhogy most érkezzen hozzánk Shella, aki Anasztázia magyar hangja, és ez a történet, ez a mítosz. Szia, drága Shella, üdvözöllek téged nagy szeretettel. Szia, Viki, és köszöntöm én is a nézőket, és téged is. Nagy öröm nekem, hogy ez összejön, ez a beszélgetés. Azért is, mert ugye hallottad a bevezető szöveget, hogy te vagy az első igazából, aki bátran rám írt, hogy igen, nekem van egy olyan történetem, Viki, ami csodacsepp. Úgyhogy nagyon köszönöm, és ezért hívok másokat is, hogy bátran írjanak nekem, és aztán ez vezetve lesz. No hát, drága Shella! Már a neved okán lenne 100 kérdésem, de az első az az, hogy hogy vagy, honnan érkezel, milyen energiából, akár földrajzilag, testileg, lelkileg, szellemileg, itt most a felvétel idején. Jól vagyok, köszönöm szépen. Most az Alföld közepén ülök, Szolnok megyében, Szolnok megye déli részében, Nagyréven, és odakint csicseregnek a madarak, végre elérkezett az eső ideje, amit nagyon vártunk, úgyhogy most nagyon jól érzem magam. Wow. Picit mutasd be magad olyan tekintetben, hogy érzékeljük, mivel hogy már ha maga az Alföld közepén vagy, ugye ez is mutat sok mindent, hogy ki vagy te, mivel foglalkozol? Hát az, hogy ki vagyok én, meg hogy mivel foglalkozom, inkább az könnyebb, hogy mivel foglalkozom. Angol tanárként végeztem a Budapesten, és nagyon sokat tanítottam, illetve hát főleg amerikai cégeknél dolgoztam asszisztensi pozícióban hosszú éveket, amikor aztán úgy döntöttem, hogy váltok,
és ez a váltás, ezt a váltást egy könyvsorozat hozta meg nekem, amit 2008-ban olvastam el. Még ne szaladjunk ennyire előre, jó? Mert amire vonatkozott a kérdésem az az, hogy most, ha földi szinten kérdezzük ezt általában, nyilván mivel foglalkozol, milyen munkád, hogyha én most veled találkoznék face-to-face otthon, vagy pont emiatt keresnének meg, akkor kit keresek? Jelenleg egy birtoklátogatás sorozatot szervezek, amely különböző Magyarországon található 1 hektáros vagy 1 hektár közeli területeken élő családokat látogat meg. Egy csoportnyi ember megnézi ezeket a területeket, és inspirálódik. Jelenleg ezzel foglalkozom főműsoridőben, illetve nagyon picike kis angolozás is van, és hát ennyi. És család, pár, gyermek, ilyen tekintetben, magánéleti vonalon, hogy képzeljük el Sellát? Most jelenleg egyedül élek, egyébként meg nincs gyermekem. Tehát én egyedülálló vagyok. Akkor te egyedül itt az Alföld közepén, és nyilván nem lőjük le mindjárt a poént, tehát egyértelmű, hogy fogunk erről mélyebben beszélgetni, de hogy a természet hatalmas óceánjába, ha így fogalmazhatok jelképesen, te nagyon, nagyon erősen beleúsztál, ugye? Igen, ez egy kicsit vicces, amikor mondtam azt, hogy egyedül vagyok, mert közben itt kiabáltak a hátam mögött mindenféle érdekes lények, hogy ne vagy egyedül, nagyon sokan vagyunk. Úgyhogy, de egyébként azt érzem, hogy magának ennek az Anasztázia közösségnek a képviselőjeként is nagyon nem vagyok egyedül, de az életvitelszerűen jelenleg egyedül élek. Ezért kérdeztem így nyilván a földi 3D-s vonatkozásban. De ugye célunk kinyitni a teret. Jöjjenek azok a lények akkor, akik neked jeleznek. Tehát, és bízom benne, hogy izgalmas lesz a nézőinknek is, ahogy nekem is először az volt. Azon is gondolkodtam, hogy ilyen eseteknél azonnal rögzíteni kéne az első beszélgetést, mert már maga az, ahogy átjön az energiája valaminek, az egy nagyon izgi. Persze nyilván fontos rálátni, és komoly előkészületeink vannak. No tehát, fogok majd mutatni ugye képeket a segítségeddel, és buzdítom is a nézőket, hogy írjanak közbe, ugye, hogy Anasztázia, mint maga ez a... Nekem rögtön egy egyetemi cimborám jutott eszembe. Kinek mi jut ugye eszébe erről? Én erről a történetről nem ismer, nem tudtam, amit most elő fogsz adni, és nekem volt egy kedves barátom, aki szintén az Alföldön lakik különben, és Anasztáziának hívták, úgyhogy nekem ez a név ez ide kötődik. No, neked az Anasztázia, mint név, mint fogalom, mint energiakör először mikor jelent meg az életedben? Ha a nevet nézzük, akkor... Nagyjából akkor, amikor az első kötetet kaptam elolvasásra ebből a könyvsorozatból, előtte nem igazából volt kapcsolatom. Tehát a cárnőről tudtam, hogy Miklós cárnak a legkisebb lánya, Anasztázia, de ezen kívül nem igazából tudtam semmit. És erre is gondoltam, amikor megkaptam a könyvet, de aztán nagyon kellemesen csalódtam, vagy nem is tudom, hogy kellemesen-e, de teljesen mást kaptam, mint amit vártam. Közben mutatom is a könyvet egy weboldal segítségével, és azért érzésem szerint már ezzel jóval előre szaladunk ugye időbe, de több kötetről beszélünk, és konkrétan egy személyről beszélünk. Tehát mielőtt belemélyednénk jobban a könyvekbe, akkor a kérdésem arra irányul, hogy mikor kapcsolódtál először ezzel az energiával? Hát ez a legérdekesebb része a dolognak, mert amikor elkezdtem olvasni a könyvet, könyveket, könyvsorozatot, közben jött az inspiráció, hogy én már a benne említett hölgyel, Anasztáziával 18 éves koromban is találkoztam, csak éppen akkor egy energia volt, és nem ismertem föl, nem tudtam névhez kötni, csak éreztem egy szívtájéki melegedést, melegítette a szívem. Egyébként akkor pont nem voltam szomorú, tehát úgy furcsa is volt,
és így még így a kezemet is ide tettem a mellkasomra, és egy hang azt mondta, hogy Oroszországban új hajnal hasad. És ezt sokáig nem tudtam hova tenni, aztán ez eszembe jutott, amikor olvastam a könyvet, és akkor ráismertem, hogy ez Anasztáziának már az akkori megkeresése volt felém. Mennyi idő telt el? Utána egy olyan 14-15 év telt el, és erre a 10x év eltelte után kaptam készhez egy banki alkalmazottól egy ingatlan vásárlás kapcsán, teljesen vadidegen embertől kaptam ezt a könyvet, hogy olvassam meg, mert én rászolgáltam azzal, ahogy viselkedtem a bankban. Wow, na most azért ez már egy olyan szituáció, amit ugye az ember nem gondol, hogy, és aztán ebből mi fog születni, ugye? Te megkérdőjelezted, kutattad, vagy akkor ennek tudatában nem voltál, mert mondtad, hogy nyilván utólag ismerted fel a szívtájéki érzést is, vagy akkor csak mondtad, hogy jó, hát köszi, és elolvasom. Tehát hagytad magad úgymond vezetni. Hagytam magam vezetni, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy egy vadidegen hölgy, akivel egy banki ügylet során találkoztunk, hát többször találkoztunk, de annyira azért barátok nem voltunk, hogy mit adhat nekem, amire én rászolgáltam. Tehát már eleve ez nekem egy kicsit olyan vonzó volt, hogy mire szolgáltam én rá, mi lehet abban a könyvben. És mire gondoltál, hogy mondjuk mivel szolgáltál rá? Hát valahogy úgy tűnt, hogy pozitív értelemben gondolta a hölgy, mert nagyon csendben tudtam maradni olyan tények közlése után is, amik a bankban hideg zuhanyként értek. Tehát, hogy nem borítottam rá az asztalt, nem kiabáltam, hanem nagyon-nagyon kedvesen és őszintén válaszoltam neki. Wow. És ő is dolgozó volt? Akkor jól értem? Vagy ő igen, egy igen. Külső. Ugye ez azért fontos, mert mindannyiunknak számos ilyen idegen érkezik, és sokszor hagyjuk figyelmen kívül, és lám-lám a te életedben, milyen jó, hogy nem dobtad félre. Nekem is van egy könyv, amit megkaptam egy nagyon érdekes úton módon, és ez Svájchoz kötődik, és magyar hölgy és Svájcban él, és évekig állt a polcomon, mert én akkor nem olvastam el. És amikor aztán már pont költöztünk ide, Kanadába, és elolvastam, nekem akkor esett le. De valószínűleg akkor voltam kész arra a könyvre, és aztán meg is látogattam rá egy évre Svájcba ezt a hölgyet. Nagyon érdekes volt. No de, mi történt? Elolvastad? És mi lett? Hát elolvastam a könyvet, és hát teljesen felvillanyozott, ugyanis azt éreztem, és ez konkrét érzés volt, mintha ezt a könyvet én írtam volna egy másik életemben. Tehát szinte a belső gondolataimat, amit a párkapcsolatról, meg a szeretetről ír, az annyira az enyém volt, hogy tehát beleborzongtam akárhányszor beszéltem róla, meg most is. Wow. Tehát olyan érzés volt, hogy ez az én könyvem. Hogy egy vagy azzal, aki ezt éli, ami abban... Hogy ezt én írtam. Te írtad. Mert ezt én írtam volna, mert a gondolatai azok teljes egészében lefették azokat az én belső gondolataimat, amikről nem nagyon beszéltem annak idején senkivel. Mik voltak ezek, ha fel tudod villantani? Hát elsősorban a férfi-nő viszony, tehát hogy mi a helyes párkapcsolat, mi a titka a jó párkapcsolatnak, mert ezzel voltak a múltban problémáim. Nekem volt egy gondolatom arról, hogy én hogyan szeretnék egy férfival viselkedni, és valahogy az élet ezt mindig felülírta. Úgy éreztem, hogy a férfiak mindig akarnak tőlem valamit, hogy mindig elviszik egy olyan irányba a kapcsolatokat, ami nekem túl gyors, túl ilyen-olyan-amolyan. És amikor Anasztázia beszélt a párról, hogy hogyan alakul ki egy kapcsolat férfi és nők között, mi a ritmus, miket tesznek a párok egymással, hát ez engem teljesen elvarázsolt. 10 kötetről beszélünk, ugye, ha jól emlékszem a számra. Igen.
mindjárt mutatjuk. Melyik volt ez az első kötet neked? Ez volt az első, hát ez volt az első kötet, akkor még csak kettő kötet volt lefordítva magyarra, 2008-ban. 2006-ban indult el Magyarországon a magyar verzió, és utána egy-két évente volt egy-egy újabb kötet lefordítva, mert az, aki eredetileg elkezdte fordítani, ő teljesen saját pénzen, saját erőből, saját forrásból indította ezt el, és akkor még csak kettőt tudtam olvasni. Hát én annyira fellelkesültem, hogy Amerikából megrendeltem az akkor már létező 6 angol nyelvű fordítást, és ott angolul olvastam tovább, mert nem tudtam kivárni azokat az éveket. Wow! És akkor valójában kiírta a könyveket, és hol, mert mondod, hogy több országban van, kicsit lássunk rá, kérlek, mielőtt még mélyebbre megyünk, hogy hány ország, hány nyelv, hogy van ekkor ez? Ez eredetileg Oroszországból indult, Vladimir Megre az író, aki nem író volt, hanem kereskedő annak idején, és 1996-ban találkozott Anasztázia nagypapájával és dédpapájával, és utána ők vezették el Anasztáziához. És utána, amikor az író megjelentette ezt a könyvet, ő nem hitt abban, hogy ez siker lesz. Ezért metró megállókban árulta, meg mindenféle olyan helyeken, hogy nem tudom, tehát így ilyen valószínűtlen, tehát nem könyvesboltokban jelent meg vele, mert nem hitt benne, de aztán a könyv mégis önálló életre kelt, és az emberek elkezdték keresni nála, és akkor már kellett több nyomást elindítani, utánnyomást, és utána most ott tartunk, ennyi év távlatában, hogy több mint 20 nyelvre fordították le, és körülbelül 30 millió példány jelent meg a világon ebből a sorozatból. Wow! Óriási! Óriási! Akkor ezen a ponton engem már nagyon érdekel, ugye, de a nézőket is, hogy ki Anasztázia? Jó? Tehát mutatunk egy képet, ami egy fantázia kép, ahogy te hívtad. Ki Anasztázia? Nos, a kép az írótól származik, ő készítette, és az első kötetre, az orosz nyelvű első kötetre ez a kép került, mert Anasztáziával az írón kívül senki nem találkozott még élőben, vagy legalábbis nem tud róla. Találkozhatott, de nem biztos, hogy olyan köntösben, ugyanis a könyvekből kiderül, hogy Anasztázia sokszor, mint a mi Mátyás királyunk, álruhában jelenik meg, és nem fedi fel a kilétét. Ő egy szibériai tajgában élő, hát szerintünk gyógyító nő, aki a civilizációnk fejlődése során több száz évvel ezelőtt az ő vérvonala leszakadt, és az erdőben folytatta az életét. Ez le van írva a könyvekben is, hogy az erdőben hogyan került ő az erdőbe, az ő ős szülei, és hogy hogyan kezdett el a természettel kapcsolódni az az ág, és hogyan élesedtek ki a képességeik ezáltal a természetben való élés során ezeknek az embereknek. Tehát akkor amilyen Anasztázia, vagy az az energia, amit ő közvetít, az nem csak ő, hanem még több ember van, csak most Anasztáziáról készült ez a könyv, az író által, és az ő, hát, gyógyító, csodatevő, nevezhetjük akármilyen, majd erről mindjárt mélyebben beszélgetünk, történeteit olvashatjuk ebbe a könyvbe? Igen. Igen, ő neki több nemzedékeken keresztül a szülei, nagyszülei, dédszülei itt az erdőben éltek, teljesen más életvitelt folytatva, mint mi. Viszont van egy képességük mindegyiküknek, amivel látják azokat az eseményeket, amiket mi itt megélünk a civilizációban, és időnként egy-egy képviselőjük visszamegy a civilizációban, és beszél arról a fajta életmódról,
amit ők az erdőben élnek. Megérkeztünk hozzád. Vagy kérdezem, megérkeztünk hozzád ezek tekintetében? Igen, mert valahol én is egy képviselője vagyok, bár itt vagyok a civilizációban, én itt élek, de lélekben teljesen azonosulni tudok azzal az életmóddal, amit ők élnek. Ez a leszakadt ág. Nekik ezt meg kellett tapasztalni, mert ők olyan, mintha a magot tennék el, hogy mindig tudjunk ezzel az energiával mi magunk is találkozni. Ugye a magyarban milyen szép, hogy mi magunk, tehát benne van a mag a magyarban. Tehát ők fenntartják ezt az életmódot, mert nekik ez a jó, és hogy mert nekünk is tudnunk kell folyamatosan, hogyha úgy élnénk, ahogy az őseink eredetileg éltek, akkor milyen más képességeink lennének, amelyek most eltompultak, mert mondjuk telefont használunk, vagy internetet. Óriási szelencét nyitottunk ki. Ugye? Igen. És ez el tudna vinni minket. Izgalmas, érdekes, amit mondasz. Hány éves Anasztázia? Anasztázia 53 éves. A 10. kötetben ír az író arról, hogy amikor találkoztak, akkor 26 éves volt, és gyakorlatilag annyira fiatal, tehát a mostani időszakban egy 53 éves hölgy, ahogy kinéz, mondjuk én 51 éves vagyok, 51. éves, de nálamnál fiatalosabb, fiatalabb kinézetű, és nagyon-nagyon fürge mozgású hölgyről van szó, aki azzal a táplálékkal, amit az erdőben talál, abból él, tehát ő nem főz, nem vásárol be sehol, nem használ pénzt egyáltalán, tehát ő csak az erdőből él. Amellett az életmód mellett, ahogy ő él, és amellett, hogy a gondolatait nem foglalják le azok a tárgyak, meg eszközök, amelyek elviszik őt a természettől, ezáltal sokkal lassabban öregszik, sőt, lehet, hogy nem is öregszik egyáltalán. Ez lehetséges, ez így van, ebben én is hiszek. És itt ez a pont, ugye, a nézőinknek is fontos kérdés, és mindenkinek, hogy ki mibe hisz, ki meddig tudja a fantáziáját tágítani. Igen. Miért mondjuk dolgokra, hogy ez csak mese, és én is felteszem a kérdést nyilván, hogy akkor létezik-e Anasztázia, vagy sem? Én érzékelem az ő jelenlétét az erdőben, tehát mint fizikai személy létezik. Ő viszont velünk az energiasugarával tud kommunikálni, és ő gondolatokat küld nekünk, gondolatokat, érzéseket. Nem is gondolatokat, mert az is félrevezető, mert az a fejre asszociál. Érzéseket küld Anasztázia, amelyek megjelennek az életünkbe, és amelyeket mi bontunk ki. Egyébként ő egy nagyon jó szándékú, nagyon csendes, halk beszédű, és szinte mindent tudó hölgy, aki a sejtemlékezés útján szerzi az információit, tehát ő például a könyvekben le van írva, hogy tud a Bibliáról is, meg tud azokról a szent könyvekről, amelyek a mi civilizációnkban, mint zászlóvívők, ugye ott van, jelen vannak, hogy ezért legyenek nekünk is kapaszkodóink, de ő nem úgy tudja, hogy elolvasta a Bibliát, hanem a sejt memóriáján keresztül érzékeli ezt az energiát. Miért érezted jelentőségét annak, hogy erről most beszéljünk, és most beszéljünk, és persze itt ez egy kis szűk csatorna, mert nem milliók nézik ezt, de egyszer lehet, hogy így lesz, hogy mi az aktuális üzenete? Miért kell erről tudnia másoknak, innen nézve? Mi az Anasztázia üzenete jelenleg, ami rajtad keresztül jön? Anasztázia elsősorban a nőkhöz szól, a nőkön keresztül, mert mi nők az érzéseket sokkal komolyabban vesszük, mint a férfiak, és mint azok, akik a világot most irányítják. És az érzések, azok vezetnek bennünket, és azokban az időkben, amikor kevés a kapaszkodó,
amikor az emberek látnak ezt is, azt is, és nem tudják, hogy minek higgyenek, vagy mi az, ami bennüket is vezessen, akkor maradnak az érzések, de ezek nem akármilyen érzések, hanem ezek olyan érzések, amivel kapcsolatban az ember érzi, tehát azt érzi, hogy ez nem lehet, nem igaz. Tehát, hogy ez csak igaz lehet. Nekem ilyen érzésem volt, amikor Anasztáziával, tehát nekem is feltették a kérdést többen, hogy de szerinted, ha nem láttad sosem, nem találkoztál vele, szerinted akkor létezik? Na most a könyv első, a belső borítóján van egy mondat, ami megmagyarázza azt, hogy Anasztázia, vagy picit megmagyarázza, hogy miért tartja magát inkognitóban. Azt mondja, hogy azok számára létezem, akik számára létezem. Tehát magyarán, akik elhiszik, akik tudják, akik érzik a szívükben, hogy ő van, és én azért is érzem, mert engem megkeresett, és felismertem az energiát, azoknak nem kell, nincs kétség. Tehát a szívben nincs kétség, az agyban rengeteg kétség van, de a szívben nincs kétség. Ez történt, amikor beszéltünk, és beszéltél, és éreztem, hogy ez igaz. És most ott az igazt ne a klasszikus értelembe vegyük, ugye. És akkor érdekes érzés fogott el, így át is borsóztam. Aztán persze beugrott az elme is, tehát magyarul én most kihangosítom nyilván a sokféle gondolatot akár, de kérdezhetnek is a nézők, bátran. Mert valóban szerintem erre hív a te történeted is, és sokak története, hogy hallgasd meg, mit mond a szíved. Az az érdekes itt. Más mondhat. Az az érdekes itt, hogy van ez a mondat, hogy azok számára létezem, akik számára létezem. És ehhez képest nagyon-nagyon sok embert beindított egy gondolkodásba ez a könyvsorozat. Az emberek tették nagyjá ezt a könyvsorozatot, mert még maga az író sem hitt benne, csak találkozott ezzel a hölgyel, aki olyan nagy hatást gyakorolt rá, hogy azt mondta, hogy én még sose írtam könyveket, de megírom neked, Anasztázia. És megírta egyébként nagyon sok olyan, én legalábbis úgy érzékelem, hogy az író nagyon sok mindent leírt abból, ami a kettejük találkozásakor történt, de több olyan mondat is érkezett hozzá, ahogy hozzám is, hogy Oroszországban új hajnal hasad, ugye ez a mondat hozzám is elérkezett, az íróval is kommunikált Anasztázia ilyen módon. És van még egy érdekes dolog. Azt mondta Anasztázia, hogy őt tekinthetjük akár Jézus lány testvérének, de ő nem azt a, tehát ő nem szeretne az emberek elé menni, mert hogy ő másképp, tehát neki más a stratégiája, más a menete annak, hogy hogyan kommunikál az emberekkel. Ez azt jelenti, hogyha én elolvasom a könyveket, akkor rá tudok hangolódni, nyilván, ha ez a szándék, erre az energiára, és önmagamon belül elő tudom hívni ezt az Anasztázia feelinget, nem tudom, hogy nevezzem, és annak üzenetét számomra. Mert gondolom azért mindenki számára, ha te tartasz kapcsolatot olyanokkal, akik szintén kapcsolódtak erre, sok érdekes aspektust vett föl. Mert én úgy tudom elképzelni, hogy ugye minden ember, mert mondod, hogy az emberek tették. Hát hogyne? Akik ezt elhitték, akik erre rákapcsolódtak, akik szívükben érezték, úgy, mint te, és még gondolom több millióan, akik szerte a világon vannak. Tehát a kérdés az, hogy mi történik velem, ha én elolvasom ezt a könyvet? A szívedben megnyílik valami, vagy nem? Tehát volt olyan ember, aki visszaadta nekem a könyvet, és azt mondta, hogy ekkor az agyvaságot, vagy mesét, hát ő csodálkozik, hogy én ezt elhiszem. Uh-huh. És akkor én nagyon csalódott voltam, de sokkal több szerencsére, sokkal több olyan ember volt, aki elkezdte olvasni, és már az első 20 oldal elolvasásakor kiderül mindenki számára, hogy ő benne az kinyit valamit, vagy nem. Ha kinyit valamit, akkor fogja tovább olvasni a könyvet. Ha nem nyit ki benne semmit, akkor leteszi a könyvet, és nem olvassa végig. És akkor a 10 kötetet sem kell megvenni mindet, mert elég az egyet.
De nem is muszáj az első kötettel kezdeni, mert ezek a könyvek tulajdonképpen beszélgetés töredékek, és mindegyik kötet a címéhez méltóan azt a témakört bontja ki, ami a címben is megvan említve. Így van, közben mutatom is a könyveket. A zengő cédrusok, a szeretet. Már a különben szeretet. Már pillantjuk, van egy ilyen érdekes varázsa, pont azért, hogy ennyire sok kötetes. Az új civilizáció, második rész, az élet energiája. Bocsánat, ez már más könyv. Ezt nyilvánosan a Google képekből vesszük, mert ugye innen tudjuk használni. Amúgy nálad most, van nálad egy ilyen könyv? Itt a kéznél éppen? Igen, az első kötet itt van nálam. Mutasd meg, kérlek. Ugye visszatérek kamerával. Wow, oké. Okay. A család energiája. Fantasztikus. Tehát ez a könyv tulajdonképpen a bevezetés az egész történetbe, illetve az zengő cédrusok történetét is elmeséli, ami egy nagyon érdekes történet, mert erről is kevesen tudnak, és csak ebből a könyvből lehet ezt az információt tudni, hogy mitől zeng egy cédrus. Na mit? Kíváncsiak vagytok rá? Mondd el a mesét, én figyelek, és szerintem a nézők is. Anasztázia arról beszél, hogy az az erdő, ahol ő él, ott cédrusok vannak. És ez a szibériai cédrus fa, amit ők cédrusnak hívnak, az nagyon sokáig él, körülbelül 500 évig. És az 500 év táján, tehát hogyha meghagyják azt a fát, ugye ez is feltétele, hogy meghagyják a fát, és ne vágják ki hamarabb, akkor az összes általa az 500 év alatt magába fogadott energiamennyiséget az univerzumból, amit a tűleveleken keresztül magába fogadott, azt ő kiárasztja, és egy sistergő, zengő hangot kezd el adni, de nem mindegyik fa. Mondjuk 1000 közül egy. És ezt a hangot folyamatosan kiárasztja, és közben, ha ez a hang megjelenik, akkor ki kell vágni ezt a fát, és ennek a fának a darabkáit szét kell osztani az emberek között, hogy ebből az áldásos energiából ők is kapjanak. Ebbe kapcsolódik rá, közben láttam a weboldalakon is ugye a különböző cédrus termékek, ha most a civilizált nyelven beszélünk, olajok és természetes anyagok, ugye? Igen, igen. De használsz ilyeneket? Igen, a cédrus olajat, a gyontás cédrus olajat például energetizálásra is, és baktériumölésre lehet használni, tehát általános immunerősítésre szedtem annak idején, nagyon-nagyon jó volt. Olyan érzésem volt, amikor egy kanálnyit megittem a cédrus olajból, mintha pálinkát ittam volna. Jó hangzik. Tehát tényleg teljesen éreztem, ahogy így a torkomon így halad lefelé, a nyelőcsövemen keresztül, és cédrus medálom van, most nincs épp rajtam, de ebből a cédrus fából medálokat lehet készíteni, és kapni lehet ezen keresztül, és még vannak a pejvából párna, vagy magát a magot is lehet, bár most a magra embargó van, de régebben lehetett magot is kapni. Wow. Közben annyira sok ilyen illat elért, pont ahogy beszélsz a természetről, hogy milyen csodálatos, ugye, hogy beszélgetünk valamiről, és szerintem független is attól, hogy valaki most ezt ebbe a pillanatban elhiszi, vagy nem, de mégis beindítja ezeket az érzékelőket. Na most itt nyilvánvaló, hogy az öt érzékszervünkön túli érzékelésről beszélünk, telepátia, teleportálás, stb. Akkor eszembe jutott egy ilyen könyv, kimondom, mert ugye ez vezetve van, a háztartási nagykönyv. Volt régen egy ilyen. Uh-huh. És még nekem is valahol megvan, de sosem nézegettem igazán, őszinte vagyok, de ezt valamikor annó nagyon régen leírták, hogy kell varni, hogy kell horgolni, tehát ilyen útmutató. És egy picit ilyen, és ez egy nagy vastag könyv amúgy, egy picit ilyen érzésem van most.
ahogy ez a könyv egy ilyen útmutató, egy itiner, ahogy modernül fogalmaznánk, azokkal a technikákkal, amiről te, és most kisrázott a hideg, frankom, hogy ezek így bekúsznak a sejtbe, már aki befogadó, ugye? Tehát, mert már mondtál nekem nyilván korábbi felkészülésben több példát, úgyhogy menjünk bele példákba, jó? Hogy ő mit mond, hogy éljünk, vagy mit tegyünk, vagy ezt hogy fogalmazza ő? Na, most rátapintottál a legfontosabb tanítására az életmóddal kapcsolatban. Egy egész könyvet szentel, a hetedik könyvet, az élet energiáját a táplálkozásra. Tehát ő azt javasolja, hogy aki teheti, és aki szeret kertészkedni, az kezdjen el egy bármekkora kertet művelni, és kezdje el előállítani, vagy létrehozni a saját növényeit, amiket utána el tud fogyasztani. Mert hogy az igazán bio, amit az ember saját maga termeszt. Mert arról biztosan tudja, hogy kapott valamilyen mesterséges anyagot, vagy nem. Ez az első és legfontosabb tanítása, hogy mindenkinek legyen egy kertje. Ő családi birtokról beszél, de az oroszban az a szó, ami a családot, vagy ezt a nemzetséget jelöli, a rod, rodina, az nemzetséget is jelent, és szülőföldet is jelent. Tehát náluk ez a három szó, ez ugyanaz. A magyarban ez elválik. De hogy ő azt határozta meg, hogy ha az ember elkezd egy ilyen területen életvitelszerűen élni, és harmóniába kerül a körülötte levő állat- és növényvilággal, akkor meg tudja újítani magát, és a gazdasági világválságra is egy jó választ ad, hiszen önmagát elkezdi tudni ellátni, tehát önellátóvá, önellátás felé halad, ami ma egy nagyon sokat hangoztatott kifejezés, hogy önellátás, de hogy sok ember számára az jelenti a biztonságot, ha ő tudja, hogy van egy darabka földje, és azon meg tud termeszteni bármit, hogy enni már biztosan fog tudni. Akkor te így élsz? Igen, én már a borsókat elveteményeztem, évelőket, főleg évelőket mond az Anasztázia, tehát gyümölcsfákat és egyéb fákat, és most az erdőkert az, amit Magyarországon nagyon erőteljesen fejlődésnek indult, hogy alapban legyen egy kis erdő az ember területén, és azon belül legyenek a gyümölcsfák, hiszen az erdő az olyan madárvilággal, olyan állatvilággal látja el a területet, amiben a kórokozókkal, károkozókkal is fel tudjuk venni a harcot. Nálam egy olyan kert van, ahol körben akácfák vannak, és azon belül termesztek egy 100-150 négyzetméteren. Wow, közben nézőket kérdezem, írjátok, kinek van kertje, kinek van birtoka, kinek van ilyen vonzása, és mikor beszéltünk, mert nem titok, elárultam neked, hogy én nem így élek, sőt, ez a kanadai élet egyre jobban az ellenkező irányba tolt, meg még sok más is, ugyanakkor vannak apró jelek, hívások erre, és hogy a minap ültettem virágot. És ugye ezt páran megmosolyogják, hogy ez nem nagy dolog, de valójában szerintem minden ott kezdődik, hogy ilyen nagyon apró pici dolgokat teszel, még akkor is, ha valaki a panel 10. emeletén él, ugye a klasszikus kép, a dzsungelbe, és hogy milyen energia, milyen érdekes energia ez, vagy csak az, hogy én kinézek itt az ablakon, ugye direkt raktam ilyen gyönyörű keretet itt zöld illusztrációt a riportunkhoz, de ha én kinézek az ablakon, én pontosan ugyanezeket a faágakat látom, és nagyon sokszor laktunk úgy, bár nem volt soha birtok, kert, földművelés, és még gyerekkoromban sem ez volt a családunk irányzata, bár csak ilyen a nagyi szintjén inkább, de hogy tudtam úgy lakni belvárosban, hogy az ablakon kinéztem, és gyönyörű csak a zöldet láttam, és egy folyó csobogását hallottam, belvárosi lakásban. Tehát, hogy mennyire tudnak megérkezni a civilizációba is ezek?
És aztán nyilván egy következő lépés, aki vidékre költözik, aki tanyára költözik, aki jurtába, sorolhatom, és hogy ez mekkora csoda. Hogy látod te ezt ma most itt? Hogy gondolkodsz erről, hogy az emberek? Kezdem a virággal, mert ugye azt mondtad, hogy virágot ültettél. Kevesen tudják, és Anasztázia beszél is erről, hogy a virág az ugyanúgy táplálék, mint a saláta. Csak az nem a fizikai testünket táplálja, hanem az étertestünket. Ugyanis a virágnak van egy látványa, van egy illata, és van egy megjelenése, ami bennünk érzéseket közvetít, érzéseket hoz fel felszínre, és az az ember, aki a virágot ülteti, nézegeti, táplálja, az bizony az ételének a kb. 10%-át már megkapja. Hát én most látod, el is érzékenyültem. Tehát ahogy beszélsz, érzem, amiről beszélsz. És nem azért, mert én ültettem a virágot, hanem mert ez egy energia. Akkor a fák. A fák a legtermészetesebb légkondicionáló berendezések. Hiszen egy fa alatt ülve, még a legnagyobb napsütésben, melegben is egy hűs érzetet ad. És régen a tanyákat Magyarországon mindig fák övezték. Tehát azok az emberek nem voltak buták. Ők tudták, hogy a háznak a legjobb védelme az, hogyha fák övezik, mert a fa megszűri a napfényt, megszűri a szelet, mindenféle káros dolgot. És Anasztázia még arra is felhívja a figyelmet, hogyha erdő vesz bennünket körül, akkor az még a káros információkat is kiszűri. Úgy, ahogy ő is egy erdőben ül, és nem kap a káros információkból, mert az erdő segít neki megszűrni azt, ami nem odavaló. Öröm ezt hallanom. Mert én folyamatosan ezt kutatom, tudom, mert a nézők is biztos, hogy de akkor ez hogyan van? Akkor ez, ha én engem ez vonz, ezt hogy tudom csinálni? Ugye? Biztos tőled is megkérdezték. Igen. És akkor itt elérkezünk, amikor mondtad, hogy mivel foglalkozol, hogy mi ez a birtoklátogatás, hogy akkor most itt ér össze nyilván. Hogy tudod te ezt segíteni? Ott a kis magyar közösségedben. Mekkora a magyar közösség, akik Anasztázia hívei, nevezhetem így? Olvasók. Miről tudsz nekünk ilyen tekintetben szólni, hogy kik vagytok? Most ezt a szó legnemesebb értelmében kérdezem. Igen. Anasztázia 1 hektárról beszél, egy családnak, ami 4-5 tagból áll, 1 hektár területet ildomos elkezdeni művelni, és azon nem csak azt, tehát itt ne arra gondoljatok, hogy kapálni, meg fáradtságos munkával ezt az egészet bevetni és művelni, hanem körülbelül az 1 hektár, az ugye 10 000 négyzetméter, a 10 000 négyzetméternek az 1/3-át a ház, a tó és kiskert, és 2/3-át az erdő teszi ki. Tehát, hogy tulajdonképpen mi visszaültetjük magunkat az erdőbe, azáltal, hogy egy 1 hektárnyi területet elkezdünk gondozni. És ezen a területen, aki elkezd élni, ugye Magyarországon is, tehát mi is civilizáltak vagyunk, nagyon kevés embernek van 1 hektárnyi területe. De azoknak, akiknek van, és ennek a könyvsorozatnak a hatására lett nekik 1 hektár, azok mindenképpen figyelemre méltók, hisz ez azt jelenti, hogy nem csak én vagyok hiszékeny, hanem még az a sok ember rajtam kívül, aki ez 1 hektárját műveli, és akkor mi hiszékenyek, most ezt direkt mondom, értem, így, mert ugye sokan tényleg mesének tartják, tehát mi egymás között már érezzük azt, hogy mi hasonlók vagyunk. Nem kell egyeztetni a világnézetünket, mert aki azt mondja, hogy olvastad Anasztáziát, olvastam, akkor tudjuk, félszavakból értjük egymást, hogy mi az, ami nekünk fontos. És itt elsősorban a természetes életmód a fontos. Nagyon sokan lovakat tartanak, nagyon sokan úgy tartanak állatokat, hogy nem eszik meg a húsukat, hanem egyszerűen szeretik őket. Jó érzés a közelükbe lenni, akár terápiaként is használják ezeket az állatokat. De mégis egy állatot nem lehet bevinni a szobába. Egy állatnak kell egy terület.
És például, akik lovasznak, hallgatja, akkor benne szerinted hogy tudod te hozzá segíteni, ha hozzád fordulna, hogy ebben hogy tudjon indulni? Mert érzi a hívást, na de ott lapok a város közepén, című. Hát erre volt egy próbálkozásom, hogy írtam egy kis füzetet, ez a Szeretett terünk a Föld. Ebben nagyjából elmondom, hogy azok a családok, akik elkezdték ezt az életmódot, ami Magyarországon is több száz ilyen terület van már. Hogy több száz család már ezt követve él? Igen. Csak nálunk annyi különbséggel, mint Oroszországban, hogy nálunk még nincsenek települések, amik egész települések, ahol csak így élnek az emberek. Oroszországban már 400-nál több olyan település van, ahol 10, 20, 30, 40, 50 család is egy területen, egymás szomszédságában él, és már új település nevek is jöttek létre, amiket be is jegyeztettek a helyi hatóságoknál, mert ők annyira komolyan gondolják ezt a dolgot. Itthon még csak annyi van, hogy egy-egy hektárok vannak itt-ott-amott, de azok a sok kis buborékok egyszer össze fognak érni, hogyha jó sokan leszünk. Szóval az a lényeg, hogy én elkezdtem felderíteni ezeket, van egy YouTube-os felületem, a Szeretettere műhely, és ezen keresztül több mint 50 olyan videóriportot készítettem, ahol ezek az emberek elmondják, hogy ők miért költöztek oda, mi az, amivel szembesültek, amikor kimentek, hogyan kezdték el, milyen növényeket ültettek, hányadik évnél tartanak, a gyerekek ott fogantak-e, ott születtek-e. Tehát ezek végül is az élő példa az szerintem a legerősebb tanítás. Közben meg is fogjuk mutatni ezt a YouTube-ot. Mondjál már akkor egy történetet, vagy ami érdekes volt, amit elmondtak neked. Nagyon sokféle történet van. Általában azt vettem észre, hogyha egy kivonatot szeretnék erről adni, hogy a legtöbb emberben már a csírája ott van annak, hogy ő a természethez közel szeretne élni. De fél attól, hogy miből fogott megélni. Mi lesz az, ami, mert lehet látni, hogy földművelésből nagyon-nagyon kemény és nehéz munka árán lehet csak boldogulni. És talán ezt jelentik, tehát ez a fajta kapaszkodó, ezek a kis filmek, ezek a videók, hogy ki hogyan oldotta meg. És ezek az emberek elmesélik azt, hogy ugyan nem volt könnyű, de hogy elkezdtek gondolkodni. Hogy elkezdtek a saját életüket építeni. Nem az, hogy számítottak valakire, vagy egy munkahelyről folyamatosan jön a pénz, hanem mi van akkor, amikor én magam építem fel magamat. Közben itt vagyunk, látjuk is a videókat, bele-bele fogunk pillantani, illetve a nézőknek mondom, hogy majd a linket betesszük, és akkor el tudnak ide látogatni, akit érdekel. Mondtál nekem egy nagyon érdekeset, hogy hogyan is vetjük el a magot. Mondd el ezt nekünk, kérlek. Jó. A magyar ember, ugye, a magember, hogy veti el a magot? Most ezt csak én teszem mellé, de halljuk a történetet. Hát ez érdekes, mert most voltam Nagykanizsán, és amikor Nagykanizsán előadást tartottam pont erről a magvetésről, akkor egy ember jelentkezett az első sorban, és azt mondta, hogy az ő nagypapája is így csinálta. Úgyhogy igazából az Anasztázia nem mondott butaságot. Mm-hmm. Tehát az a lényeg, az a lényege a magvetésnek, hogy először is nagyon fontos, hogy tiszta magunk legyen, tehát ne legyen csávázva, vagy valamilyen fajta eljárással egy ilyen mérgező réteggel bevonva. Tehát a tiszta mag az azt jelenti, hogy valakinek a nagyszüleitől, vagy kis kertből származó. Ez azért fontos, mert be kell venni a magukat a szánkba. Azért kell bevenni a magukat a szánkba, mert az első információ a nyálon keresztül fog érkezni a kis maghoz, arról, hogy mi milyen állapotban vagyunk ebben a pillanatban. Ugyanis ez a növényi mag, ez az ember orvosává tud válni, tehát lesz otthon egy patikánk, egy saját bejáratú patikánk, ami azt jelenti, hogy mi a növényeket, ahogy kiszedjük a földből, vagy leszedjük, azonnal vagy teját, vagy főzetet, vagy bármi más tudunk belőle készíteni, és az a miénk.
Én paradicsommal készítettem el ezt a kísérletet. Két csoportom volt, a kísérleti csoport meg a kontrollcsoport, és volt a kísérleti csoportban, a magokat bevettem a számba, ott 9 percig kell tartani. A magocskát megnyitja ez a nyál. Aki nem szereti, vagy idegenkedik attól, hogy a szájába vegye, az úgy is teheti, hogy egy kis tálkába helyezi, és akkor nyálat csöpögtet rá. Ugye a magyarok régen bele is csöptek tehát a vetéskor abba a gödörbe, nem véletlen. Tehát az a lényeg, hogy a nyál adja meg az első információt, és utána ezt a magocskát ki kell vinni a kertbe, mezítláb kell állni a földön, megmutatni a magokat, rálehelni a magokra, megmutatni őket a bolygóknak. Hát ez már egy picit ilyen rituálé, de igen. A lényeg az, hogy először a szájba vesszük, és a nyállal elindított magot a földbe helyezzük kézzel, nem géppel, kézzel, mert a kéz, ahogy érintkezik a földdel, ugye az izzadság révén szintén nagyon értékes információkat kap a mag arról, hogy mi a mi testi állapotunk. És amikor leszedjük ezeket az én esetemben a paradicsom terméseket, akkor az a paradicsom az az én információmra terem, tehát ezt nekem kell elsősorban megennem. Adhatok belőle a szomszédnak is, de a szomszédnak nem lesz gyógynövény. Nekem lesz gyógynövény. Wow. És ami még fontos, hogy a locsoláskor, ugye állott vízzel szoktunk locsolni, de hogy ezt még felturbózandó, kezünket, lábunkat megmossuk szappan mindenféle nélkül, mindenféle tisztítószer nélkül, és azt öntjük a paradicsomra, vagy bármilyen növényre, akkor még inkább megkapja az információt, és akkor biztosan, egész biztosan, hogy a mi betegségeinket gyógyítja meg magában, tehát olyan információkat hoz be az univerzumból, meg a földből, amelyek őt gyógyítják abban a betegségben, ami az én problémám, és utána, amikor én megeszem, akkor én is meggyógyulok tőle. Neked milyen áldást hozott be ez? Mert hogy ezt ugye most már te hosszú ideje éled. Mit tudsz erről mesélni? Ezt konkrétan tudom mondani, mert ez tényleg így van. Amikor megcsináltam ezt a kísérletet a paradicsommal, a kísérlet és a kontrollcsoport paradicsomommal, nagyságban is volt különbség a két csoport között. A kísérleti csoport, tehát amelyiknek szopogattam a magját, az körülbelül másfélszer magasabb lett. Ízben teljesen más termése volt, mint a másiknak. És nekem a megfázásom, tehát nagyon tudjuk, hogy ez a megfázás ez egy kellemetlen dolog, de azért elviseljük évről évre, van, aki évente kétszer is, tavasszal is, meg télen is megfázik. Na, nekem ezek teljesen elmaradtak. Tehát teljesen. És ennek tudhatod meg, vagy ennek is természetesen. Igen. És hogyha ezt úgy picit elkezdjük felülről nézni, mert engem izgat ez nagyon mindig, és ugye milyen bizarr. Hopp, most elment az áram nálad. És teljesen sötét van. Itt vagy velünk? Amit én most látok a felvételen, majd reméljük, hogy ott is látszik, hogy teljesen elsötétült a kép, de ott van Shella, csak nem hall és nem lát minket. No, vajon ki érkezett ide hozzánk? Mi történik? Bízom benne, hogy visszatér, és tartunk addig egy kis szünetet, és izgatottan várjuk, hogy vajon mi történik. Amit el akartam amúgy mondani kérdésnek is elmondom, hogy ugye a felvétel idején minden beszélgetés felvételről megy, és utána van kiidőzítve egy élő, Facebook élő, YouTube-on és minden csatornámon, illetve a vendégcsatornáján, és hála az égnek, ahogy megosztjátok egyre több csatornán, és közben érik, úgymond ez a beszélgetés, de mindig történik közben valami érdekesség,
és én várom is, és vágyom is ezeknek az üzeneteknek a megérkezését, és bízom benne, hogy ezt ti is érzitek, hogy ez nem csak egy beszélgetés. Ez nem csak arról szól, mint általában egy beszélgetés. Ez valamely olyan felsőbb vezetésből jön, energiából, nevezzük energiának, ami itt és most jelen van, és ezt akartam mondani, hogy milyen bizarr tud lenni, hogy éppen jelenleg háború dúl azon a vidéken, mi pedig egy teljesen más aspektusból beszélgetünk Oroszországról, Oroszországban új hajnal hasad, vagy ha arról beszélünk, hogy mennyire fura, hogy amire most a világ készül, amiről oly sokan beszélnek, hogy vajon mi következik el, hogy hogyan dőlnek meg rendszerek, akár gazdasági, politikai, vagy egyéb tekintetben, és ez mennyivel rezonál azzal, amit Shella beszél, egyfajta jövő kitekintés, vagy az, hogy a nők hogyan tudják ezt, és itt vissza fogok vele térni, ha visszaérkezik a végére a riportnak azt a női üzenetet, hogy ezt a nők hogy tudják varázsolni. Úgyhogy tényleg izgalmas. Remélem, nektek is tetszik, írjátok meg. Mi történt? Az áram elment, és... Itt egy csendes eső esik ebben a pillanatban, de se villámlás, semmi, viszont egy körülbelül egy perces áramkimaradás volt. Mi annyit láttam én is, és a nézők is, hogy elsötétül minden, és ott vagy, ott ülsz a sötétben, mozdulatlanul, nyilván megmerevedett a kép, és ez nagyon érdekes energia volt, úgyhogy tán valaki itt járt nálunk. Én ennek is betudom. Te hogy érzed? Én is erre gondoltam, hogy valami változás történt az energiatérben, és nem igyekeztem ezt se nem pozitívnak, se nem negatívnak, tehát hogy nem minősíteni, hanem csak egy változásnak. Igen, és itt vagy. Úgyhogy én közben elmondtam, pont ezt akartam mondani, és erre hogy rezonál, hogy milyen érdekes, hogy a felvétel idején mi március 31-e, milyen energiák dúlnak ugye a világba. Beszélgetünk Oroszországról, hogy ott egy új hajnal hasad, és közben Oroszországban tudjuk, hogy jelenleg mi zajlik. Igen. És hogy ez milyen érdekes a fény és a sötétség játéka, legalábbis én így látom, és közben elsötétülsz. Igen. Ugye? Igen. Tehát amiről beszélünk, az történik. Nagyon fontos így zárásként főleg az üzenet. Mert ugye a nőkről beszéltél. Anasztázia egy nő, egy női energia. Említetted a te női férfi kérdéskörödet. Anélkül, hogy nyilván privát dolgokba is belemennénk, de hogy látod, hogy neked ebbe így mit adott, és mit üzen a nőknek kifele mindez? Nekem, ugye, ami megérintette a szívemet, az az, ahogy a párkapcsolatokról írt, főleg az a része, hogy a nő mikor veszi észre, vagy hogyan veszi észre, hogy a férfi gyermeket akar tőle. Ez egy nagyon érdekes témakör, mert hogy ez bennem elindított gondolatokat, ez a gyermekvállalás kérdése. Viszont amit Anasztázia későbbiekben üzent számomra, az talán még fontosabb, mégpedig az, hogy bíznunk kell magunkban, és hogy mindent meg tudunk oldani, anélkül is, hogy valakitől függnénk. Tehát a függetlenségre, a függetlenedésre hívja fel a figyelmet, az önellátásra minden szinten. Tehát, mert az a bajunk most, hogy sok struktúra nem úgy működik, és nem azt adja, amit szeretnénk, vagy amit elvárunk, és Anasztázia erre azt mondja, hogy mi mindent meg tudunk teremteni magunknak, mert az emberi gondolatok azok annyira csodálatosak, hogy határtalanok. És hogyha valamit szeretnénk, akkor mi magunk meg tudjuk teremteni magunknak, nem kell várnunk senkire és semmire. És nem kell függni senkitől és semmitől. Így van. Anasztáziának két gyermeke van. Igen. Az írótól, ugye? Igen. Erről mit tudunk? Szerintem olyan
a fiú, tehát van egy kisfiú, aki most körülbelül olyan 18-19 éves lehet, és van egy kislány, aki egy 5-6 évvel később fogant és született. Úgy tudom, hogy a kisfiú az egyik könyvben volt szó róla, hogy miután a kisfiúnak a déd nagyapja visszaadta a lelkét a teremtőnek, a kisfiú átvett ebből valamennyit, abból a feladatból is, amit a dédpapa a világban, a világra jött, és amit vállalt. És a fiú utána bejött a civilizációban valamelyik részére, nem tudom, hogy hova, valószínű Oroszországban, de utána visszakerült az édesanyjához, az erdőbe. Erről nem tudok nyilatkozni, hogy miért. A kislány az mindvégig az édesanyja mellett van az erdőben, de úgy tudom, hogy a gyerekek időről időre befognak a civilizációba menni, kapcsolódni, és próbálnak változásokat hozni nekünk. Wow. És hogyha én most csak így a civilizált fejemmel ugye elképzelem, hogy lehet élni az erdőben, amit küldtél anyagok is, ugye, hogy földbe vájt kis barlangok, természeti dolgokkal kibélelve. Igen. Hogy láttad te meg ezt? Hogy érezted te meg ezt? Nekem a legfurcsább az volt, hogy nem igazából van szüksége ruházatra, mert én nagyon fázós vagyok, és hát Anasztáziának olyan aurája van. Szibériában hideg van, bocsánat. Igen, és Szibériában hideg van. Viszont azt is hallottam, hogy a Himalájában is egy pulóverben bizonyos tudati szintű emberek meg tudnak lenni. Tehát Anasztázia olyan, akinek ruhára nincs szüksége, sőt, még a 10. könyvből az is kiderül, hogy hibernálja magát télire, tehát amikor a legkeményebb telek vannak, akkor téli álmot alszik. Figyelj, amikor én olvastam, akkor én úgy mosolyogtam, mert hogy én ezt mondom, itt most tél, már ugye elmúlt, tavasz jön, és azt mondtam, csak ennyit mondtam, egyetlen egy vágyam van, hogy hadd aludjak téli álmot. És én ezt így mantráztam. Egész másokok miatt pihenni óhajtok, de hogy, és úgy mosolyogtam, lehetséges. Oké, akkor ezt jövő térre meg tudom tanulni. Most nem akarom elbagatelizálni, de tényleg. Nagyon jó érzés volt. Hát ahogy a medvék és a halak is hibernálják magukat, tehát lelassítják a szívritmusukat és az összes anyagcsere funkcióikat, úgy mi emberek is meg tudjuk ezt tenni magunktól, gépek nélkül. Anasztázia nagyon-nagyon sokat beszél arról, hogy amiről az emberiség gépek által készített valamilyen fajta előrehaladás, az a természetben már réges-régen működik, csak sokkal tökéletesebb formában. Mert olyat, ami nincs, azt mi nem tudunk kitalálni. Mi csak olyat tudunk kitalálni, vagy más formában újra megalkotni, ami már létezik valahogy a világban. Na, már a kutya is megszólalt. Itt a végszó, pont ezt akartam mondani. Kutyuskám. Ő is hozzá akart jutni, hogy emlékezzünk. Ez az üzenet. Emlékezzünk. Ugye? Igen. Hú, óriási. Nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél, és elmondtad, és így ezáltal másoknak is. Megmutatjuk az e-mail címedet, és írhatnak, ugye, neked bátran, inspiráltak@gmail.com. Shella vár mindenkit szeretettel e-mailben, de hát itt a Facebookon is, meg hát a szeretettere műhelyt akkor megmutattuk. Óriási. Köszönjük szépen. Magyar hangja Anasztáziának. Tudod, mikor a bemondók a végén mondták, hogy dramaturg, itt imádtam gyerekként nézni. Magyar hangja Anasztáziának megérkezett. Köszönöm én is. Köszönöm interjút. És majd később ír nekem, hogy mi hogy alakul, hogy változik, oké? Okay? Jó, rendben. Mert itt, ami a világ, ami előtt áll a világ, abba sok ilyen üzenet kell. Úgy érzem. Olvassák el az emberek a könyveket, akár egy kötetet úgy is ki lehet választani, hogy amelyik kötetnek a címe a leginkább megkapó. Nekem a Szeretett tere volt az, ami nagyon megkapó volt, de nagyon szép a családkönyve, ami kifejezetten a családról szól, és a családban
levő anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolatokról, de az életenergiája az étkezésről, tehát a helyes étkezésről, a szeretet, a nyolcadik kötet második, a szeretet szertartásai, az pedig olyan szertartásokról, amelyeket ma is alkalmazhatunk családon belül, különböző konfliktusokra, problémákra megoldásként. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak leírva ezekbe a könyvek, mert mindenkinek szeretettel ajánlom. Köszönjük, köszönjük. Csodás termést kívánok. Köszönjük. Szia-szia. Szia. Köszönöm nektek, hogy velünk tartottatok. Sok érdekesség, energia mutatkozott ugye meg ma. Én nagyon élvezem mindig ezt, és nekem is végig kell engednem magamon a hallottakat. Ti is tegyétek ezt, és ezért mondom, hogy hallgassuk szívvel, és hogy mi az üzenet itt és most neked ma. Ítélkezést, bírálatot, régi dolgokat, régi mintákat félretéve, mert ugye ezek bekapcsolnak azonnal. Ezt félretéve engedni, hogy a természet kezdjen beszivárogni jobban és jobban és jobban. Köszönöm szépen! Csodás napot, csodás estét kívánok mindenkinek! Hamarosan egy újabb beszélgetés is érkezik majd. Jelentkezzetek, írjatok! Az én címemet is mutatom, mindig megkérdezitek utólag, mindig itt van minden, info@vikivitalis.hu. Lehet jelentkezni bátran, mint a Kársella, és kapcsolódjunk, és hozzuk le azokat az üzeneteket, amire ébredünk, ami valóban a miénk. Köszönöm szépen! Találkozunk egy következő beszélgetésben, és tudjátok, én itt várlak titeket a kamera túloldalán.